Nagy a sürgésforgás a Babits Mihály Kulturális Központban. Ezúttal sem előadások szervezése zajlik a kulturális intézményben, hanem az oltások levezénylése. A Babits még egy hétig oltópontként működik. Szépen lazára. Szabó Gábor szekszárdi lakos nyugodtan ült, miközben házi orvosa beadta a második vakcinát. Azt mondja, egyértelmű volt, hogy beoltatja magát. Orvoshoz kellene mennem, műtétre kellene mennem, ehhez mindhez kell, meg hát a család. A művészeknek kialakított öltözőszobában március óta szekszárdi házi orvosok dolgoznak, egy-egy napon több mint 8 órát. Antus Éva szekszárdi házi orvos azt mondja, az idő múlásával az emberek oltási kedve megerősödött. Az ő körzetében 1200 fő kapta már meg az oltást, ezzel túllépték a 70%-os átoltottságot. Már 8-kor pontosan elkezdtük az oltást, előre hoztuk a nyáron aktuális Astra másodkörös oltásokat, és ezen a héten, illetve még 26-áig történnek az oltások. Ugye ez most így felpezsdíti itt a mindennapokat, illetve tehát ez a nagy tömeg azért most nekik helyet kellett adni, és meg kellett precízen szervezni. Az oltások levezénylése a szervezőknek, védőnöknek, orvosoknak köszönhetően gördülékenyen zajlik ezen az oltóponton is. Még azokon a napokon is így van, amikor 5000 ember érkezik oltásra, mondja Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Kérésünkre, illetve pontosabban az orvosok kérésére átszerveztünk nagyon sok június-júliusra eső AstraZeneca-s oltást korábbi időpontra, ezt ugye most már megengedi a protokoll, az annak érdekében, hogy itt azért ugye nagyobb tömegeket tudnak a házi orvosok beoltani, ezt követően majd, ahogy említettem, ugye már jóval kisebb létszámba ezt külön-külön el tudják látni a saját rendelőjükben is. Ezen az oltóponton a több mint 2,5 hónapos működése alatt több mint 5000 embert oltottak be, és 3-4 ezer ember a második oltását is a Babitsban kapja majd meg.